amint a felkelő nap sugarai eloszlatják a tájat rejtő kötpaplant. Egy patakok által szabdalt, varázslatos erdős vidék tárul elénk. Árpádházi királyaink a haza nyugati kapujának védelmére őrállókat telepítettek Edomvidékre. A vizenyős völgytalpak, a dimbes dombos erdős kavics hátak gerincére épített őrfalvak egykor védelmi vonalat alkottak. Itt húzódott a gyepű. Hazánk azon néhány tájegysége közé tartozik, melynek lakói a honfoglalás óta folyamatosan itt élnek. Ősi templomok és az egykori őrtornyokat formázó faharanglábak, szépen gondozott temetők, megművelt földek közt megbúvó takaros parasztporták, csillogó patakok és apró tókák adják e táj különleges békéjét. Az itt élők sok évszázados apró parcellás gazdálkodással, tájba simuló épületeikkel rajzolták meg e vidék arculatát. Ez a terület a nevét az egykori őrállókról, illetve az ő feladatukról nyerte, és tulajdonképpen én azt szoktam mondani, hogy mi az ő utódaik vagyunk. 1000 év után újra őrállókat telepítettek ide, csak nekünk már nem a határ védelme a feladatunk, hanem a természeti meg a kulturális értékeknek a megőrzése. A természet és a hagyományok őrzője, az Őrségi Nemzeti Park első 2 évtizede. Kis gyerekkoromban ismerkedtem meg, és atyai barátom lett Bechtold István. És tulajdonképpen ő terelgetett a természetvédelem, és ezek mellett a solyomászat felé. Dr. Markovics Tibor, okleveles erdőmérnök, igazgató, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság munkatársa kezdetek óta. Szakterülete a növények és a ragadozó madarak. Nevéhez fűződik az igazgatóság szervezetének felépítése, a fő irányok, fejlesztési célok meghatározása. Nős, 4 gyermeke és 4 unokája van. És azt gondolom, hogy egy nagyon szép életút volt, hiszen végigjárva ranglétrát, aztán most már 32 éve az állami természetvédelemnél dolgozom, és az, hogy a Őrségi Nemzeti Park alapító igazgatója lehetek, az meg számomra mindenképp egy felemelő érzés. Mint ahogy az is, hogy sok mindent meg tudtunk valósítani, ami nem azt jelenti, hogy nincs tennivalója az utódainknak, de azt mindenképpen, hogy megalapoztuk azt, hogy egy jó nemzeti parknak tekinthető az őrség. Az itteni természeti és kulturális értékek védelmében jelentős szerepe van a nemzeti parknak. Manapság évente közel 54 ezer ember látogat el megcsodálni a néprajzilag önálló, természeti értékekben gazdag tájegységet. A ritka és veszélyeztetett élőhelyek és fajok fennmaradását biztosító ökológiai hálózathoz kapcsolódva Vas megyében 15 terület kapott Natura 2000-es védelmet. 2022-ben az Őrségi Nemzeti Park megszületésének 20. évfordulóján több mint 5800 hektár saját vagyonkezelésű területtel rendelkezik. A feladatok növekedésével párhuzamosan a munkatársi létszám meg 3-szorozódott. Napjainkban közelít a 100 főhöz. Igazi sikertörténet ez, amely 1978-ban kezdődött. Az Őrségi Nemzeti Parkot Rakoncai Zoltán, a Természetvédelmi Hivatalnak a hosszú időn keresztül meghatározó vezetője volt, aki megálmodta a munkatársaival. Először 3, aztán 5 nemzeti parkot terveztek, ezek között volt az őrségi. Ha akkor megalakul a nemzeti park, akkor amikor a 70-es évek végétől itt nemzeti park lett volna. A helyi politika ezt számos ok miatt megakadályozta, és így létrehozták az ország legnagyobb tájvédelmi körzetét. Rockenbauer Pál hagyományt teremtett 1986-ban, amikor országjáró televíziós sorozatával bejárta az őrség szelíd lankáit. A tájegység azóta is sorra megihleti a filmes alkotókat, természetfotósokat. Szalafőt elhagyva, ligetes tájon, kaszálókon át haladunk az őrség fővárosa, Őri Szentpéter felé. Az idén már másodszor kaszálják a füvet, ahogyan itt mondják, a sarit.
Megesik, hogy késő ősszel még harmadszor is kaszálhatnak, de azt az úgynevezett fattyúsarit már nem igen lehet megszárítani, ezért inkább zölden etetik föl az állatokkal. A csapadékos vidéken gyorsan nő a fű, ezért az őrségi emberek az erdő adta javak mellett elsősorban állattartásból éltek. Mire alkonyattájt a Szalafolyócska menti égeres ligeteken, kékperjés réteken át beértünk Őri Szentpéterre, túljutottunk az első 100 kilométerünkön. Aztán tulajdonképpen a hivatal nem foglalkozott ezzel a kérdéssel tovább. Valahogy úgy volt, hogy sikertelen volt, és újra nem próbálkozott vele. Viszont a helyi civilek ezt számos alkalommal, többek között rajtam is számon kérték, hogy mikor lesz. Ugye én a Fertőtlenségi Parkigazgatóságnak voltam akkor a igazgatóhelyettes, hogy mikor lesz végre az Őrség Nemzeti Park. És hazánk egyetlen olyan nemzeti parkja, amit gyakorlatilag így civil kezdeményezés kapcsán indult el a szervezése, és aztán volt egy néhány éves előkészítő munka, amit Barta Dénes a Sopron Egyetemnek a professzora irányított, és hogy 50 ember készítette elő a Nemzeti Parknak a természettudományos felmérésével a Nemzeti Park alakulását. Az Őrség Tájvédelmi Körzet 1998-ban irodát kapott Őri Szent Péter Keserűszeren. Majd az ezredfordulón megszületett a harmadfű természetvédelmi oktatóközpont. 2001-ben a Turi Kovács Béla által vezetett kihelyezett miniszteri értekezlet legfontosabb érdeme a hivatal és a helyi lakosok közötti párbeszéd megteremtése volt. Az Őrségi Nemzeti Park ügye közel negyed százada napirenden van. Az elmúlt időszakban mégis az Őri Szentpéteren tartott miniszteri értekezlet volt az első olyan fórum, ahol valamennyi érdekelt fél hallathatta hangját. Míg a szakma és számos helyi civil szervezet a Nemzeti Park létrehozása mellett voksolt, a lakosság egy része félelmeit hangoztatta a várható korlátozások miatt. Arra, hogy egy elszáradott gyümölcsfát kivágjon valaki az udvarába, arra is majd engedélyt kell, hogy kérjen, tehát hogy ezért lesz egy felduzzasztott hivatalnoki apparátus itt a Nemzeti Parkban. Az egyeztető fórum után az ellenzők nagyobb része elismerte, hogy aggályaik tájékozatlanságból fakadtak, hiszen mint kiderült, a Nemzeti Park kategória nem jár együtt szigorúbb korlátozásokkal, mint a már meglévő tájvédelmi körzet megkötései. Mi nem azt szeretnénk, hogy ez valami rossz ízű rezervátum legyen, hanem azt szeretnénk, hogy ez úgy gazdálkodna, hogy itt az a régi fajta és nagyon jól működő állattenyésztés megint visszatérhetne, a legelők működhetnének, legelőként működhetnének, és az emberek a saját környezetükben az megélhetésüket megtalálhatnák. Voltak szirénhangok, akik azt mondták, hogy majd a villanyt kikapcsolják a Nemzeti Park területén, meg nem engedünk vadászni, meg a vadak mindent meg fognak enni a Nemzeti Park miatt, tehát mindenféle ilyen félelmek voltak. A alakulást megelőző egy évben, 2001-2002-ben sok település szervezett fórumot, és ezeken elmondtuk, hogy mire lehet számítani, és ahhoz tartottuk is magunkat. Nagyon fontosnak tartom, hogy nemzeti parkot jól működtetni a helyiekkel ellentétben nem lehet. A kormány és a szaktárca ígéretet tett arra, hogy az Őrségi Nemzeti Park területén összehangolják a természetvédelem és a lakosság érdekeit. Ha egy területet nemzeti parkká nyilvánítunk, az nem egyszerűen csak deklaráció, tisztelt hölgyeim és uraim, az kötelezettséget is jelent a mindenkori kormányzat számára. Azt jelenti, hogy a területet fejleszteni kell. A 2002. március 8-i alapító ünnepség méltán lett a magyar természetvédelem fontos mérföldköve. Megszületett Magyarország 10. nemzeti parkja, az Őrségi Nemzeti Park. Felemelő érzés volt 2002. március 8-án. Orbán Viktor miniszterelnök úr avatta fel az Őrségi Nemzeti Parkot, és ugyanakkor meg valahogy úgy voltunk talán, mint a rendszerváltás utáni első magyar kormány, amikor valami ilyesmi hangzott el, hogy Jézus Isten győztünk. Mert hogy nyilvánvaló volt, hogy nagyon sok feladat állt előttünk. Ezek közül a legelső az a gyepeknek a fenntartása volt. A völgy talpakon az összegyűlő vizek hatására dúsfüvű kaszáló rétek alakultak ki. Ezeket évente kétszer kaszálták, a tavasz végén és szeptember elején. A
Az őrségi végeken a gyenge termőképességű földek miatt a szarvasmarha tenyésztés adott megélhetést. A legszegényebb gazdáknak is volt tehenük igavonásra és a család tej szükségletének biztosítására. Én a két kezemben meg tudom számolni 20 évvel ezelőtt, hogy hány háznál van tehén. Németné Baksa Eszti gazdálkodó, 23 esztendeje ő a nagyrákosi polgármester. Hagyományőrző, az őrség mesemondója, a magyar kultúra lovagja. 10 évvel ezelőtt a tájháznál, ha jött egy vendég, akkor azt mondtam, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány háznál van tehén. Most asztalos is lehetnék. És ez tulajdonképpen eltűnőben van. Amit itt az Eszti mondott, ez gyakorlatilag az összes településen ugyanezt tapasztaljuk, hogy tűnnek el a gazdaságok. A jelenlegi körülmények között különben ez a méret, ez csak akkor lehet rentabilis, hogyha valamilyen kiegészítő tevékenység is van. Ezt különben, hogyha Nyugat-Európát megnézzük, ott is ezek a parasztgazdaságok úgy alakultak át, hogy vagy vendéglátással is foglalkoznak, vagy valamilyen tejterméket állítanak elő, vagy valami egyéb, valami régi mesterséget űznek, és azokat értékesítik, tehát több lábon állnak. Ezt mi valamilyen szinten próbáltuk is segíteni, tenyészűszőket helyeztünk ki az őrségbe, kb. 100 darab állatot. Ez országosan egyedülálló volt, néhány gazdának ez is segítség volt. A gulya idősebb tehenei már megtanulták, mely apró dolgok jelzik számukra, hogy hamarosan kijuthatnak a legelőre. Nagy a tülekedés, nem könnyű velük lépést tartani. Első éven vásároltunk 67 darab magyar tarka üszőt, a legnagyobb állattartók lettünk vele 67 üszővel. Tehát egyértelmű volt, hogy a rétek azok el fognak tűnni, be fognak erdősülni, hogyha nem kezdjük el gondozni ezeket. 2006-ban épült meg az első istálló a Nemzeti Parkban, melyet 2014-ben és 2020-ban újabbak követtek. A kezdeti 65 egyedből álló gulya a Szél-Kálmán Majorban 2021-re 536 egyedet tett ki. Nyilván egy picit más az, ahogy mi állatokat tartunk. Itt a kisparaszti gazdaság volt a jellemző, ahol 3-4-5 tehénkével kiment egy fiú, és legeltette őket. Mi, amilyen gazdálkodást folytatunk, az elsősorban az ilyen helyi közép- és nagybirtokosok gazdálkodásához hasonlítható. Olyan 6-700 magyar tarka marhánk van, amelyek 5-6 területen legelnek egyszerre, és a magyar tarkákkal együtt tartjuk a muraközi lovainkat is, ugyanúgy a gulyák között szétosztva. A Nemzeti Park egy kihalófélben lévő lófajta feltámasztását is céljául tűzte ki. Jelenleg több mint 50 muraközi ló alkotja a törzsállományt. A kitartó, jó munkakészségű, mozgékony, jó takarmány és gyephasznosító, ám de szerény igényű lovak tartásának az őrségben jelentős hagyománya volt. A módosabb gazdák akár 4-6 lovat is birtokoltak. A kis csikók anyjuk felügyeletében legelésznek és ismerkednek a környező világgal. A muraközi lovak és magyar tarkák újbóli jelenléte megtestesíti a kulturális örökségünk ápolását, segíti a gyepes élőhelyek természetes fenntartását, és turisztikai vonzereje is egyre jelentősebb. Szerencsésnek érzem magam, hogy annak a maroknyi kis csapatnak a részese lehettem, akikkel ezt a Nemzeti Parkot elkezdtük felépítgetni annak idején, és hát akik közül ma már viszonylag kevesen dolgozunk a Nemzeti Park Igazgatóság kötelékében. Dr. Németh Csaba, okleveles erdőmérnök, általános igazgatóhelyettes, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa kezdetek óta. Szakterülete a madarak és az emlősök. Az igazgatóság fejlesztései mellett az Európai Bölény Programot is koordinálja. Nős, feleségével 3 gyermeket nevelnek. Én nem ismertem korábban az őrséget, és őszintén meg kell mondani, hogy egy nagyon megfoghatatlan munkának látszott ez az első ránézésre, hiszen a
kőszegi tájvédelmi körzet 4000 hektárja után itt 44 000 hektáron dolgozunk, tehát 10-szeres méretű a terület, és szó szerint itt sokkal nehezebb volt megfogni azokat az értékeket, a munkának azt a részét, hogy mit is, hol is és hogyan is tudunk védeni, mint egy szűkebb, ráadásul nagyon jól kutatott területen, amilyen a kőszegi hegység. Sokkal inkább a rejtett értékek földjelz, és ez tulajdonképpen a védelemnek kedvez. A nemzeti parkok egyik legfontosabb feladata a természeti értékek védelme. Emellett a védett fajok és jellemző élőhelytípusok bemutatása is kiemelten fontos. 2002-től egymás után születtek a tanösvények, melyek remekül szemléltetik mindezt. 2003-ban létesül a rezgőnyár tanösvény és a sárga lilium tanösvény. Az Őrség számos őshonos gyümölcsfajta otthona. Csak almából több tucat fajtát termesztenek ezen a vidéken. 2003-tól a Csörgőalma gyümölcsös kert mutatja be az ősi fajtákat. Kulturális örökségünk fenntartását a közösségi programok is segítik. E célból a Nemzeti Park 2004-ben életre hívta a Tök Fesztivál hagyományát. Az őri szentpéteri tökfesztiválon fúrhatták, faraghatták és ehették a tökből készült különlegességeket, ételeket. A látogatók számából minden esetre az derült ki, hogy a tök népszerű zöldségnek számít hazánkban. Az Őrségben, sőt a történelmi tájegységek, mint Muravidék, Dél-Burgenlandban közel 100 éve termesztenek olajtököt. Ez az olajtök egyik hazája. Mondjuk is, hogy az Őrség aranya az olajtök. Az őrségi ember javait a táj gazdagságából nyerte. Évszázadok óta jellemző a töktermesztés és a tökmagolaj sajtolás, vagy ahogyan itt mondják, olajütés. A hosszú téli esték foglalatossága volt a közös előkészítés, a tökmag héjának lefejtése, a köpesztés. Azután a darálás, a gyúrás, a pörkölés és végül a sajtolás következett. A szalafői csörgőszeren, a Jakosaportán van még egy 70 évvel ezelőtti berendezés, amelyen hagyományos módszerekkel sajtolják a tökmagolajat. Fontos dolog, ezt az értéket a Nemzeti Park értékei között ugyanúgy kell számon tartanunk, ahogy a természeti értékeket, hiszen itt egyedülállóan szoros a helyben, a tájban élő ember és a természeti értékek kapcsolata. Olyan, hogy Nemzeti Park, olyan a mi fejünkben van, és az itt lakók fejében Őrség van, Szalafő van, Őri Szentpéter van, tehát itt 44 településen élő emberek vannak, akiknek települési identitása van, családi identitása van, de nem nemzeti parki identitása van, ilyen hiú ábrándokban ne kergessük magunkat. Nekünk fontos törekednünk arra, hogy átéljék az emberek, tudatosítsuk bennük, hogy ők egy nemzeti parkban is élnek. Aminek nem örül a földműves, annak még örülhet a fazekas. Az agyagos üledéket, ennek is különböző színű, tömörségű, hőállóságú fajtáit bányásza évszázadok óta a Veleméri völgy minden fazekas családja. A környező domboldalak sok kis titkos bányagödröt rejtenek. Az őrségiek tudták is, melyik agyag mifajta edényekhez alkalmas, hiszen a helybéli agyagból készült sütésre, főzésre jól használható edényeik Vas, Zala és Somogy vármegyék keresett portékái voltak az elmúlt évszázadokban. A mai műhelyekben hagyományos és új formák egyaránt készülnek. Albert Attila korongján is sok szép, régies, örökölt őrségi forma alakul, és a mintázás is igyekszik követni a hagyományokat, még akkor is, ha tudjuk, hogy az írókázás csak a 20. század elején terjedt el az Őrségben. Jelenleg 13-14 fazekas dolgozik itt az Őrség területén. Igazából nincs utánpótlás. Tehát a Jani tulajdonképpen a legfiatalabb korosztály. Vagyunk, fiatalabbak. Valamilyen fokon ugye ez egy idegenforgalmi húzóerő tud lenni. Tehát ez biztos, hogy ebből a szempontból nagyon jó, hogy ide került a Nemzeti Park.
Tóth János, fazekas, népi iparművész, 3 évtizede készíti portékáit Magyar Szombatfán. Ez egy 700 éves hagyomány, tehát itten kemény gyökerek vannak, amiket nem szabad hagyni, veszni, hagyni. Tehát ezt muszáj továbbvinni valakinek. Azt gondolom, hogy egy olyan, azt nem mondom, hogy kihaló, de bizonytalan jövőjű kismesterségről beszélhetünk, amelynél elmondhatjuk, hogy van egy sok évszázados múlt, van egy jelen, és igazából nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő. 8-10 órát most fog ez így égni, aztán olyan 12-14-et hűlni, és akkor majd holnap ezt megnézzük. A mesterség apáról fiúra szállt, akik az agyagból aranyat csináltak. Mázas áruikat megpakolt szekerükkel messzi tájakra vitték, ahol gabonára cserélték. Ma is találunk a nemzeti parki munkatársak között olyat, aki még űzi a mesterséget, és a bemutatókon az érdeklődők megcsodálhatják a fogásokat. A Nemzeti Park Őri Szentpéteri épületében időszakos és állandó kiállítás is várja az érdeklődőket. Itt olyan míves termék is megcsodálható, mely az 1800-as évek közepén készült. Sok évszázados hagyomány a gombászás, az itt élők jól ismerik, hol találni rá a csapadékos vidéken örömmel növő gombákra. Aki az Őrségbe látogat, szinte kötelező megízlelnie a vargánya levest hajdinával. Itt most megnézem, mert itt a kis bükkfalknál itt szokott lenni. Vargányának megvan a hely, annak teljesen mindegy, hogy most a fenyős erdő, akár bükkösnál, bükkök mellett. Hogyha ott olyan a talaj, akkor kijön ott is a vargány. Könye Ferenc állatgondozó az igazgatóság Szél-Kálmán majorjában. Tőzsgyökeres őrségiként szenvedélye az erdőjárás. A természettel kapcsolatos ismereteit szüleitől, nagyszüleitől tanulta. Ott volt egy nagy őzlábgomba, hogy az már megöregedett, azt már nem lehet elvinni. De emberek versenyeznek ki, mennyit tud összeszedni. Egy ember naponta 2 kiló gombát szedhet össze. Ezt engedi a törvény. Az öregektől úgy tudom, hogy ez a kis fehér gomba, ez a vargányának az eleje, vargányú anyja. Itt van a levél alatt. Itt jön ki a kis vargány. Egy szépen mind a répát, lekotornya róla a földet, a piszkos részét. Alsós iskolás voltam, 7-8 éves már mentem öreg anyámmal, szedtük a gombát. Később megoszta az ember már maga. Vannak egy családos, többen gyerekekkel mennek, hát ugye azt lehet mondani, hogy olyankor hangoskodnak az erdőn, az övén élve az erdőbe, csöndbe, nyugodtan. A természetnek meg kell adni a tiszteletet. Az irtásos, égetéses váltógazdálkodás a szántók és az erdők folyamatos egymásba alakulásával és a talaj savanyodásával járt. Az erdőkben ma is megtalálhatók az egykori bakhátak, mohák kirajzolta nyomai. Amiért természetvédelmi szempontból lényeges ez a paraszti szállalóerdő, hogy gyakorlatilag az egyetlen olyan régóta űzött és napjainkban sajnos lassan megszűnő gazdálkodás, amelyik azt az elvárást, hogy folyamatos legyen az erdőborítás, biztosítja. Tehát azt, hogy erdőt hogy kell nevelni, az viszonylag egyszerűbb dolog. De azt, hogy a természetvédelmi elvárásoknak megfelelően neveljük az erdőt, és még a gazdák számára is elfogadható legyen az a tevékenység, amit folytatunk, ez ennél sokkal bonyolultabb. A magántulajdonosok érdekeit is figyelembe kell venni, tehát egy olyan fajta nagyon visszafogott gazdálkodást kell folytatni ezeken a területeken, amelyekben a természetvédelmi érdekek épp úgy érvényesülnek, mint a magántulajdonosoknak. Alapvető érdekük legtöbb esetben az, hogy tűzifájuk legyen évről évre különben. A térség természetvédelmi vonzereit máig meghatározó fejlesztések követték egymást. 2005-ben létrehozták a Turinform őrségirodát. 2005-ig a védett kétéltű fajok szaporodásának elősegítésére 30 darab erdei kis vízállás tóka létesítése történt meg. Két esztendőre rá pedig a 60-as években szabályozott kertszapatak helyreállítása is befejeződött. A víz útja ismét az eredeti medrébe került.
2006-ban megépült az első szarvasmarha istálló. Majd az igazgatóság üzemeltetésébe kerül a Szalafő Pityerszeri Őrségi Népi Műemlék Együttes. A házakból kilépve közvetlenül a réten, a gyümölcsösben vagy épp az erdőben, a természetben találja magát az ember. A hét szerből álló Szalafő kis kanzenének különlegességét az adja, hogy más kanzenekkel ellentétben Pityerszeren az épületek máig az eredeti helyükön állnak. Ugyanebben az esztendőben a szalamenti, a fürgecselle és másik három új tanösvény is létesül. Ez évben megnyílik az igazgatósághoz tartozó Kőszegi Tájvédelmi Körzet új bemutatóhelye, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont. A Kőszegi hegység jellegzetes madara, a búbos cinege lesz a Kőszegen épülő Természetvédelmi Látogatóközpont jelképe. Az intézmény pedig a város neves ornitológusáról, Bechtold Istvánról nevezik el. A látogatóközpont földszintjén multimédiás előadóterem és naturbolt kap helyet, az emeleten pedig interaktív természetismereti kiállítás várja majd a látogatókat. Az épület főfalai már elkészültek, jelenleg a zöld tető zsaluzása zajlik. Ha nem fordul nagyon hidegre az idő, akkor a betonozást is el fogják tudni védeni, és utána kerül föl majd a középsőbe világító kupola résznek a ragasztott fa tartó szerkezete, illetve ez a Lexan nevű műanyagból készült kupola, amelyik a bevilágítást biztosítja majd. Az épület melletti területen élményösvényt alakítanak ki, amely játékos formában ismerteti meg a látogatókkal a környék madárvilágát. A 250 millió forintos beruházás Európai Uniós támogatásból valósul meg. Már az első években több tízezer látogatót fogadott a létesítmény. Ezen sikeres fejlesztéseknek is köszönhetően az Őrség és a Kőszeg környéki Írottkő Naturpark egyaránt elnyerte az Európai Bizottság Édendíját. A személyes államfői látogatások is mutatták az itt megőrzött értékek fontosságát. 2007-ben Sólyom László értékőrző tájak és emberek elnevezésű országjárása során tett látogatást. Schmidt Pál a Nemzeti Park 10 éves jubileumát ünnepelte Őri Szentpéteren. 2016-ban Áder János magyar és Borut Pahor szlovén köztársasági elnök pedig a Green Exercise projekt területén közös kerékpártúrát tett. A szalafői polgármester az alig egy éve kialakított Szlovéniába is átnyúló túraútvonalat mutatja. Elsősorban a turizmus területén jól fejlődtünk, Európai Uniós nyertes pályázataink vannak, illetve most is arról beszélünk, hogy egy nagy pályázat van előkészítve. A szaktárca szerint viszont a kis létszámú igazgatóság nem működik elég hatékonyan. Nem tud olyan speciális feladatokra is külön alkalmazottakat tartani, külön tanácsadót, külön szakértőt tartani, míg egy nagyobb, egységesebb rendszerbe ez könnyebben biztosítható, és úgy gondoljuk, hogy a fejlődés szempontjából ez egy előrelépés. Egy évre megszűnt az önállósága a Nemzeti Park Igazgatóságnak, azt gondolom a magyar államigazgatásnak is tulajdonképpen szégyene az, hogy megszüntették azt egy év múlva. Újra indították a Nemzeti Park Igazgatóságot. Úgy gondolom, azt követően nagyon jelentős fejlődés az, amikor 2012-től nagyon komoly mennyiségben sikerült növelni a vagyonkezelt területeinket. Amikor megalakult a Nemzeti Park Igazgatóság, akkor a vagyonkezelt területünk az 887 hektár volt, most olyan 5800-5900 hektár közötti területtel bírunk. Volt olyan év, hogy közel 1 milliárd forintot kaptunk földvásárlásra, büszkén mondom, 1676 adásvételi szerződést kötöttünk. Ugye itt nagyon picike, elaprózott birtok szerkezet a jellemző, nagyon sok az osztatlan közös terület, és hát aki már kötött adásvételi szerződést, azért 1671 néhány szerződés, az sok munka volt. De örülünk neki, és hál' Istennek azt is elmondhatjuk, hogy azok a területek, amiket megvettünk, azok jó kézben vannak, jó karban vannak. 2008-ban az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság visszakapta önállóságát. Megrendezte az első Miénk itt a rét című rendezvényt, és még ebben az évben elnyerte a Magyarország 7 csodája díjat.
2011-ben elkészült a Nemzeti Park teljes területének élőhely térképe, valamint egy háromnyelvű atlasz a szlovén-magyar határmenti térség nappali lepkéiről. Ugyanebben az évben elkészült 50 erdei tóka, illetve egy kétéltű terelő és átjáró a Máriaújfalui Hársastónál, amely több ezer béka biztonságos szaporodását teszi lehetővé. 2014-ig megtörtént 350 hektár cserjésedett gyep helyreállítása, valamint 5 láb vízpótlása. Holtfa készítéssel, elegyfajok és szegélyek ültetésével, valamint mesterséges odúk kihelyezésével 50 hektár erdei élőhely fejlesztésére, valamint 64 darab tóka létesítésére nyílt lehetőség. 2011-ben 7 új tanösvény létesül. A következő években felújították a Sághegyi Múzeumot és átadták az Apát István falvi ökocentrumot. 2013-ban az Élet a kaszáló gyümölcsösben tanösvény és a Dobogó erdő tanösvény, valamint a Keserűszeri kóstolóház is megnyitja kapuit. A lápi élőhely különlegességeit a 2014-ben átadott Szőcei Lápok háza bemutató helyen ismerhetjük meg. V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár azt mondta, a fejlesztések hatására évről évre nő a nemzeti parkok látogatottsága. Itt a fejlesztések után az érdeklődők például ezeken a fadeszkákon sétálva testközelből is tanulmányozhatják a lápok növény- és állatvilágát. Viszonylag nagyobb tömegű látogató is megismerkedhet azokkal az érdekességekkel, amelyek a lápokra jellemző. Mik is ezek? Hát többek között jó néhányan különleges növény van, amely már sok közülük az országban szinte csak itt fordul elő, például a tőzegeper. Az emberek kézzel kaszáltak, marhákat vigyáztak és legeltettek. A nyílt vizekben pákászok halat kerestek, madarakat vadáztak, igazán nem élhettek pazarlóan. Mégis maradtak. Ott éltek, talán mert ez a szimbiózis figyelmet élesített, éberséget követelt, és cserébe megszokottságot, szerethetőséget kaptak az emberek. Rovarokkal, bogarakkal, élősködőkkel kellett osztozniuk a lápon. És mégis a virágok és más növények, az állatok és gazdáik együtt léteztek ezeken a gyakran alig látható források és tiszta vízű patakok táplálta ősrégi területeken. Mégis mire jók ezek a lápok? A dombok közti völgytalpakat átszelő hidegvízű patakok mentén dúsfüvű, nedves lábrétek alakultak ki. A jégkorszak végén jöttek létre, több mint 20 ezer éve őrzik jellegzetes élővilágukat. A lápok jellemzője, hogy a szerves anyag a víz alatt nem tud lebomlani, ezért felhalmozódik. A tőzegréteg vastagsága néhol a 2 métert is elérheti. A láprétek mai állapotához a kaszálás is jelentősen hozzájárult. 2 veszélyeztetett lápi növényfaj, a tőzegeper és a kereklevelű harmatfű visszatelepítésével 2016-ra a Nemzeti Park megduplázta azok előfordulási helyeinek számát. A szőcei láprét különlegessége rovarfogyasztásra szakosodott. A levelein a ragadós, vörös színű mirigyszőrök nektárt termelnek, amellyel csillogva csalogatja az áldozatot. A Nemzeti Parkra leginkább jellemző apró ritkaságok ellenpontjaként 2016-ban hatalmas méretű teremtmények jelentkeztek be fő látványosságnak. Európai bölények őrségben való megjelenése alapvetően egy kísérleti elképzelés. Ebben az erdős tájban az egykor itt élt európai bölények bizonyosan olyan állatok lehettek, amelyek akár az emberhez hasonló mértékben hatottak saját környezetükre, befolyásolták a növényzet alakulását, és ezen keresztül az állatközösségek szerkezetét is. 2019-ben Kondorfa határában egy 70 hektáros elektromos kerítéssel védett területen otthonra lelt egy tucatnyi egyedből álló bölénycsorda. A csorda többek közt a fásszárú növényekkel táplálkozik, kiritkítja a zárt erdőket, tisztásokat hoz létre, az élőhely fokozatosan újra vadonná válik.
azt gondolom, hogy itt még sok meglepetés és sok-sok szép érdekes kutatási eredmény lesz, mind a mellett, hogy igazi nagy testű, hatalmas nagy látványosság is költözött az őrségbe a Bölénnyel, amely kifejezetten vonz ide olyan látogatókat, akik eddig magát az őrséget nem ismerték, de ezen az állattal viszont mindenképpen szeretnének testközelből találkozni. 2017-ben elkészül a Pityerke játszótér, majd 2019-ben játszópajta, következő évben pedig a Natura 2000 látogatóközpont és az új irodaépület. Ilyen munkagépekkel találkozhatnak azok, akik mostanában Őri Szentpéterre látogatnak. A térségben ugyanis elkezdődött annak a látogatóközpontnak az építése, ami az őrség természeti értékeit fogja bemutatni. Amint egy 800 négyzetméter alapterületű épület együttesben interaktív kiállítótermet is létrehoznak majd. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatója elmondta, a természeti értékeken túl a térség kulturális hagyományaival is megismerkedhetnek majd a látogatók. Lesz itt egy régi épületnek a felújítása keretében egy olyan bemutató rész is, ahol nemzeti parki termékeket lehet majd vásárolni, illetve megtekinthetők lesznek mindazok a természeti értékek, fényképeken és egyéb interaktív módszerekkel, amelyek a Nemzeti Park igazgatóság működési területén, ami körülbelül Vas megyét jelenti, megtalálhatóak. ...2018-ban az év ökoturisztikai élménye díjat a Miénk itt a Rét rendezvény nyeri el. Nyugat-Magyarországon vagyunk, Kőszeg térségében, a Kárpát-medence peremén, úgy is mondhatjuk, hogy az Alpok lábánál, a Magyar Alpok alján. Ezen belül is a kőszegi alsó réten, amely több szempontból különleges. Egyrészt különleges attól, hogy ez az a rétterület, ahova még lehúzódnak azok a növények, amelyek egyébként tőlünk csak nyugatabbra a magas hegységben, az Alpokban találhatók meg, így az ergeboglár előfordulási helye ez a rét, illetve Magyarországon csak itt fordul elő a fehér sáfrány. A Nemzeti Park és az Érodkő Naturparkért Egyesület a Madarak és Fák Napja alkalmából rendezi meg évről évre ezt a szabadtéri programot. A szabadba vágyó iskolás csapatok, családok és baráti társaságok a Dottó kis vonattal érkezhetnek a kőszegi alsó rétre. A rétfű tengerébe kaszált sétaösvény állomásain ismerkedhetnek meg a hangyák társadalmával, a gyöngyös patak vízi világával és a gazdag madárvilággal. Próbára tehetik magukat, mennyire igazodnak el a gombák világában, és kiderül, miről mesélnek nekik a réti állatnyomok. Az nagyon fontos, hogy mindig legyen víziónk, hogy ezt aztán tudjuk mindig az élethez igazítani. Legyenek terveink, amiket elkészítettünk, aztán egy kicsit beteszünk a fiókba, újra előveszünk, leporolunk, aktualizálunk, és akkor, amikor lehetőség van rá, akkor megvalósítjuk. Víziók után konkrét tervek születnek, egymás után valósulnak meg sikerrel a különféle fejlesztések. 2019-ben elkészül a felújított harmadfű természetiskola és a Pityerszeri játszópajta. A következő évben pedig az új bikaistálló, majd a Pityerszeri bölényles kilátó. Ez évben elkészült a Doroszlói réteg komplex rekonstrukciója, mely 70 hektár területen jelentett új gyepeket és vizes élőhelyeket. 2021-re pedig 170 hektár területen történt meg a leromlott erdei élőhelyek helyreállítása. A szalafői Pityerszeren 2020-ban készült el a faj bemutatását szolgáló bölényes kilátó és a muraközi tanterem. Ugyanebben az esztendőben a Visontai ház újjáépítése is tovább gazdagítja a bemutató helyet, majd új lóistáló épül.
autentikus módon urakozi nyerítésre erősíti meg ennek a nagyszerűségét. A 2021. októberében megrendezett Muraközi szakmai nap alkalmából átadták a Muraközi lóállomány tartását segítő természetvédelmi kezelést kiszolgáló istálló komplexumot, mely több mint 550 millió forintból valósult meg. A mai nap az egy siker, hiszen egy több mint fél milliárdos új beruházást üdvözölhetünk. Azért az igazi siker akkor lesz, hogyha rövid időn belül majd kijelenthetjük, hogy a Muraközi ló fajtára létrehozott kutatási program eredményeként ez a fajta ez önállóvá válik. Az őrség is fejlődik, és én merem remélni, hogy ez a fajta fejlődés, ez a itt élők és az ide látogatók számára pozitív fejlődést jelent. Mindenképpen igyekszünk ezt elérni, a hozzánk látogatókat minél igényesebben kiszolgálni, az itteni természeti és kulturális értékeket jól bemutatni, igényes módon bemutatni, és ezek mellett meg úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy amit csinálunk, az megfelelő minőségű legyen, hogy a lovaink azok jól érezzék magukat. Nem csak nekünk kell, nem csak az ide látogatóknak, hanem úgy gondolom az általunk tartott állatoknak is. És ez a fejlesztés ilyen szempontból azt gondolom nagyon jelentős volt. A fajta rekonstrukciós programot segítő épület együttesben első szintű ménvizsgára sorakoztak fel az impozáns lovak a bíráló bizottság előtt. A küllemi bírálat után egy komplex feladatsort teljesítettek a mének, majd a fogatvizsga következett. A mének értékelésének tétje a fedeztetési engedély megszerzése, mely a tenyésztés és a génmegőrzési munka fontos állomása. Az ünnepség színfoltja volt Baksa Eszti népi mesemondó tanulságmeséje, mely mosolyt csalt a publikum arcára. Az ember könyörgőre fogta. Soha többet nem mondom, kedves feleségem, csak most az egyszer, még ángádjál. Az, hogy még nagyon mérges volt, még vagy kétszer bénnyomta a víz alá, de hát aztán mégis elengedte. Ez az ember többet nem mondta az asszonynak, hogy nem dolgozik semmit. Ha valakinek kell, okuljon belőle. A Német Kórtal Nemzeti Parkkal nagyon jó kapcsolatban van, és nagyon, nagyon jó nekünk, mert így most van rétünk, amit tudunk használni pluszba. Nekem volt olyan, aki a faluban azt mondta, hogy biztos nagyon megéri, és nekem mindig az jut akkor eszembe, biztos nagyon megéri, amit csináltok, mert ha nem érné meg, akkor nem csinálnátok. De mi nem azért csináljuk, mi azért csináljuk, mert mi ezt örököltük. Mi így merünk kimenni a temetőbe, hogy azt csináljuk, amit a szüleinktől tanultunk, és azt hiszem, hogy az én példám bizonyíték arra, hogy a gyerekeim is azt csinálják, amit én csináltam. És nekünk most pillanatban van 16 tehenünk. A szakmai munka meghozza gyümölcsét. Életet képes lehelni a térségbe, miközben arculatát és féltett értékeit biztonságban tudhatjuk. Hál' Istennek mi itt dolgozók elmondhatjuk magunkról, hogy egy, úgy gondoljuk, hogy értelmes, hasznos és hosszú távon mindenképp az emberek érdekeit és a természet érdekeit szolgáló tevékenységet végezhetünk, úgyhogy önmagában ez azt gondolom, hogy egy nagy megtiszteltetés és egy nagy lehetőség. Az Őrség Nemzeti Parki Védettsége, a természetvédelmi szakemberek álhatatos munkája az utóbbi két évtizedben bizonyossá tette, hogy az őrizők hagyományai életben tarthatók. Szerintem a világ legszebb feladatát kaptam, és lehetőséget kaptam arra, amikor tizedik nemzeti parknak az alapító igazgatója lehettem, és tulajdonképpen megálmodhattam a kollégáimmal együtt, hogy is működtessük ezt a nemzeti parkot. És ilyen szempontból úgy gondolom, hogy ez az elmúlt mondjuk 20 év, ez eredményes volt, és sok mindenre büszkék lehetünk a nemzeti park munkatársai így közösen együtt. Hétrétország szelíd erdős dombhátai,
tiszta tavai, gazdag élővilága. Jószág járt a dús füvülegelői, így módon megőrizhetőek az utókor számára.